Az eső miatt a tornateremben tartott ünnepségen a nyolcadikosoktól osztályfőnökük, Nagy Éva tanárnő búcsúzott. Tanítóitok sok-sok türelemmel vezettek be benneteket a betűk és a számok birodalmába. A tanítónéni szava, ami sokáig kísért benneteket, szent és sérthetetlen volt. Ötödik osztályban már ismerősként fogadtunk benneteket. Segítségünkkel bővíthettétek ismereteitek körét. A matematika néhol szinte megfejthetetlen rejtelmei, a természettudományok megérthetetlen törvényei, szabályai, az irodalom itt-ott unalmas olvasmányai, a történelem, a régmúlt gyakran számotokra érdektelen titkai, a testnevelés erőnléti edzései, a művészetek tőletek távol álló képei, zenéi, a házi feladatok, dolgozatok, feleletek olykor leküzdhetetlen akadályként emelkedtek előttetek. S most mégis itt vagytok, túljutva mindezeken, túllépve a nehézségeken, megkönnyebbülten, talán egy kicsit szomorkodva is. Ne feledjétek, nem csak a tananyagot tanulhattátok meg tőlünk, nem csak tanítottunk, nevelni is próbáltunk benneteket. Reméljük, hogy a sok szép, amiről beszéltünk nektek, majd a tulajdonságaitok közé fog tartozni. Sokszor talán nem hittetek nekünk, de higgyétek el, mi csak a javatokat akartuk. Ma szólt utoljára a csengő szó nektek. Az új tanévet már egy másik épületben, más gyerekek közt, az ismeretlenben kezditek. Társai nevében Mihácsi Roxana köszönt el az Alma Mátertől és tanáraiktól. Teltek az évek, egyre ügyesebbek lettünk, és mire észbe kaptunk, mi lettünk a legnagyobbak az iskolánkban. Ez az év mindenki számára nehéz volt, hiszen az első fél évben nagy nyomás nehezedett ránk, mert el kellett döntenünk, hová megyünk középiskolába. Nagyon jól kellett teljesítenünk ahhoz, hogy felvegyenek, de szerencsére sikerült mindenkinek. Elsősorban szeretném megköszönni alsós tanárainknak a sok segítséget. Jettike néninek, hogy megtanított írni, olvasni. Reméljük, hogy fentről nézel minket, és büszke vagy ránk. Nagyon szomorúak vagyunk, mert nem búcsúzhatunk el tőled, nem ölelhetünk meg többé, nem láthatjuk a gyönyörű mosolyodat, és soha többé nem hallhatjuk Madárcsi Csergő szép jó reggelt üzenetedet felénk. Ferenciné Varga Ildikónak azt, hogy megtanított minket számolni. Hegedűs Fórián Anna Máriának pedig azt, hogy felkészített minket a felsős életre. Végül szeretnénk megköszönni Nagy Éva tanárnőnek, aki 4 évig volt velünk. Tudom, nem mindig voltunk a legjobbak, néha gonoszak is voltunk, de segített nekünk így is. Plósz Csilla intézményvezető köszöntő gondolatai után tanulmányaik, sport és kulturális eredményekért jutalmakat adott át a végzősöknek. Az iskola legidősebbjei szüleiknek egy szép dallal és egy-egy szál virággal köszönték meg, hogy felnevelték őket. A diákokat a város oktatási, nevelési intézményeinek vezetői táviratban köszöntötték.